Megkezdődött a héten a 29. Zalai Bor cégére a keszthelyi borünnep. A Balatonpartra ünnepélyes felvonulást követően érkeztek meg a borlovagok. Az ünnepi beszédeket követően dr. Brazsi József, a Dabi Berez Zalai Borlovagrend nagymestere nyitotta meg az ötnapos rendezvényt. Őrizzük meg hagyományainkat, őrizzük meg jókedvünket, őrizzük meg a bor szeretetét. A nagymester a jó bor titkát is megosztotta, ami nem másban, mint az összhangban rejlik. Egy szép nőhöz szoktam hasonlítani a bor, tehát hogy ahogy ő benne is minden együtt van, ugyanúgy van a borba is, tehát hogy nem szabad, hogy egyetlen egy komponens, egyetlen egy alkotó része is kilógjon belőle. A jó bornak nem kell cégért, tartja a közmondás. A szervezők azonban a kezdetektől fogva úgy tartják, hogy igenis kell. Hiszen a rendezvény sikere évről évre segíti a zalai és környékbeli pincészetek borainak népszerűsítését. A kitelepülők között a 2020-as év bortermelőjének választott borbély pincészet is kínálta portékáit. Az év bortermelődíj mindig egy személyhez kötődik, de azt tudjuk, hogy a borászat az nem egy személy munkája, főleg egy 21 hektáros birtokon, hanem mindig egy csapat, jelen esetben elsősorban a család és egy-két kollégának az érdeme. Nyilván elég régóta dolgozik a család így a szőlőbor ágazatban. Mi a második generáció vagyunk a hugommal, és gyakorlatilag évek óta a jelöltséget már kaptam. Ez volt a 9. jelöltségem 2020-ban, ami be is érett végre. Nagy megtiszteltetés, hiszen a nem csak a birtoknak, a családnak szól, hanem én vallom, hogy a Baracsony borvidéknek is. A Balatonpart már a nyitónapon megtelt élettel. A helyi és környékbeli borkedvelők mellett távolabbról is érkeztek a rendezvényre. Pestről érkeztünk egy hétre, ide Keszthelyre, és jól érezzük magunkat. Szeretjük a jó borokat, meg a jó hangulatot, úgyhogy jó ez a borünnep. Mi először vagyunk itt Magyarországon, és főként a borfesztivál miatt jöttünk a városba. Nagyon örülünk, és meglátjuk, hogy az este során még mi történik. A rendezvény programját, mint minden évben, idén is számos kulturális és szórakoztató esemény színesíti. A nyitónapon a Nagyváti Néptánc Együttes műsorát láthatta a közönség. A termelői borok kínálata mellett a gasztronómiai különlegességek is elmaradhatatlan részét képezik a rendezvénynek. Így a kitelepülőknél a finom falatokból sem volt hiány. A borutca bejáratánál pedig kézműves vásárral is várják az érdeklődőket egészen augusztus 8-áig.